Kedves táborozóink, a tegnapi alkalommal említettem, hogy ez a két téma, ez a két fogalom nagyon mélyen összefügg. Lélekgyümölcsén éltjük a megváltozott emberi jellemvonásokat, a Jézus Krisztushoz hasonlóvá vált emberi jellemvonásainkat. A Galata levél 5. fejezet 22. verséből indultunk ki a tegnapi nap során. A mai napon azzal folytatjuk, hogy a lélekgyümölcse, tehát lélekgyümölcse egyenlő igazi jellemvonások, krisztusi jellemvonások. Lélek ajándékai egyenlő Istentől kapott képességek. Egyrészt született adottságok formájában, másrészt szerzett képességek formájában. Itt ugye, aki most bennünket kísért, helénket, tavaly ment be a Szentesi Zeneiskolába, és októbertől tud citerázni. De mi is néhányan szeretnénk megtanulni. Megkapjuk, Melinda, vagy Edith, vagy Anna. Tehát nem csak született adottságok válnak jó képességekké, hanem mi kérhetünk újabb és újabb képességeket, nyilván arra a célra, amire Isten ezeket az ajándékokat rendelte. A Római Levél 12. fejezetét, ha felnyitjátok, erről a következőket olvashatjuk. Tehát Római Levél 12. fejezetében a 6. verstől. Római Levél 12. fejezet 6. versétől. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázat, a hitnek szabálya szerint teljesítsük, akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban, akár intő az intésben, az adakozó szelídségben, az előjáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal művelje. Tehát látjátok, hogy itt a Biblia összeköti a gyümölcsöket, meg az ajándékokat. Azt is lehet mondani, hogy minden ember élete olyan, mint egy erkély, amelyet két oszlop tart fenn. Az egyik oszlopunk a megváltozott jellemünk, a másik oszlopunk pedig a mások javára felhasznált képességeink. Az ember lényegét ez a kettő adja, illetve ennek a harmonikus egyensúlya, amire itt figyelmeztet Pál, hogyha vannak képességeink, azokat úgy használjuk, hogy kellő alázattal, szerénységgel, mások javára, és egyensúly legyen a kettő között. Ezért fűz mindig a képességek használatához bizonyos jellembeli tulajdonságokat. Tudjátok, hogy az elmúlt 100 évben nagyon elterjedtek a karizmatikus mozgalmak, amelyek a képességekre teszik a hangsúlyt. Gyógyítás képessége, csodatévő képességek. Hát igen, ezek nagyon el tudják kápráztatni az embereket. És amikor néha föltetjük a kérdést olyan táborozóknak, akik ilyen közösségekből jönnek, hogy szerinted először kell a gyümölcsre törekedni, és utána a képességekre vagy fordítva, és egy kicsit elgondolkoztatni őket arról, hogy nem mind gondolsz, hogy Isten a képességeket azért adja, hogy te tündököljél, és magadra hívjad fel a figyelmedet, vagy pedig először a lelki ajándékoknak kell, illetve a lelki képességeknek előtte a jellemnek kell kifejlődnie, hogy a képességeidet megfelelő módon jóra tudjad használni, akkor igencsak elgondolkoznak, hogy miért használják állandóan, miért beszélnek állandóan a képességekről, amikor a megváltozott jellem a döntő, és csak annak birtokában lehet a képességeket jól használni. Egy másik gyülekezetnek, a korintusbelieknek, és lapozzunk is a korintusbeli első levél 12. fejezetéhez, Pál apostol 3 fejezeten keresztül magyarázta,
hogy a lelki ajándékokról általában még a gyülekezetekben is rossz felfogás terjedt el. A első Korintus levél 12., 13. és 14. fejezete szól erről. Tehát ha tanulmányozni akarjátok, érdemes a Bibliát úgy olvasni, hogy egy kérdéskört tanulmányozni, mondjuk az első Korintus levélnek ezt a három fejezetét olvassátok el sokszor, hogy miből mibe halad itt az apostol, mit fejt ki. Máskor is nagyon jó Biblia magyarázati, illetve Biblia megértési alkalom ez. Például a római levelet is csak az első 8 fejezet, a 8. fejezet 29. versig olvassátok el. Vagy hogyha a predesztinációról akartok, akkor a 8. fejezet 29. versétől a 11. fejezet 36. versig, és akkor csak azt a szakaszt olvassad el. Nézzétek meg, hogy mivel kezdődik ez a 12. fejezet első verse. A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Tehát még keresztény közösségekben is tudatlanság honolt a lelki ajándékokkal kapcsolatban. Tehát Pál apostol ezért szán ilyen sok időt ezek kifejtésében, mert a gyakorlat is téves volt. A következőt olvasnám ebből a szakaszból, a 4. verstől. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon lélek szerint. Egynek hit ugyanazon lélek által, másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy lélek által. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái, némelyiknek pedig prófétálás, némelyiknek pedig lelkeknek megítélése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázása. De mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. Tehát itt Pál apostol felsorolja a lelki ajándékokat, nyilván többet is fel lehetne sorolni, vagy részletekbe is lehetne menni, egyébként belemegy a részletekbe, de hogyha ezt a három fejezetet így magatok előtt akarjátok látni, akkor a 12. fejezet azzal foglalkozik, ahogy egy testnek is több része van, mindannyian sokféle ajándékot kaptunk Istentől. Egyáltalán Istenre úgy tekintsünk, mint ajándékozó Istenre. Emlékeztek, hogy Jézus ezt kinek mondta? Ne úgy tekintsünk Istenre, mint parancsoló, állandóan kérelmeket, ha ismernéd az Isten ajándékát. Kinek mondta ezt? Samáriai asszonynak. Tehát Istennek ajándékai vannak. Ezért volt Jézusnak az a magatartás, hogy először mindig a jót vette észre, mert ami ajándék van bennünk, ami megnyilatkozik belőlünk, azt azért jó elismerni, mert az Istentől van. Minden ember nagyon sokféle ajándékot kapott, nagyon sokféle adottsága, képessége, tehetsége van, és amellett pedig, mondom, ami talán még a képességeknél is fontosabb, a jellem is, tehát a kettőnek folyamatosan kell épülnie, mondom, az erkét két oszlopnak kell tartania, de talán egy kicsit az erősebb oszlop ezek közül a jellem, mert a jellemmel tudjuk jó célra használni, a megváltozott jellemmel, úgy tudjuk tudatosítani, hogy ezt a lélektől kaptuk, ez nem a mi magunk született tehetsége, vagy szerzett képessége, ezt mind a Szentlélek osztogatja mindannyiunknak. És azzal zárja le itt a gondolatmenetnek ezt a részét, hogy ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. Emlékeztek, hogy ezt az amint akarja, ez Pál apostol mire való visszaemlékezéssel mondja?
Jézus is beszélt egyszer a lelki ajándékokról egy nevezetes példázatában, amelyben elmondta, hogy egy valaki kap 5 talentumot, más 2-t, a harmadik 1-et, mindenkinek, és ki tudja itt folytatni mindenkinek, mindenkinek hogy? Mire adja Isten? Ott van egy érdekes kifejezés, ott Máté Evangélium a 25. fejezetében, a talentumok példázatában. Itt azt mondja, hogy kinek-kinek, ahogy akarja, ott pedig azt mondja, hogy az ereje szerint. Tehát Isten látja előre, hogy mondjuk én miért nem kaptam meg a citerázásnak az ajándékát. És én említettem itt, amikor itt volt a mester, hogy hát eddig én a citerát itt hordtam. Tehát itt van a citerám. Mert ugye az emberi hang a legcsodálatosabb dolog, amivel éneket lehet előidézni. A hangszerek ezt utánozva erősítik fel. De hogyha én mondjuk azt mondom, hogy milyen jó lenne, hogy a táborozásunk évről évre azért előre haladna, először még nem is énekeltünk, második évben már énekeltünk, de csak fejből, egyszer így, egyszer úgy, utána már lett egy kis hangszer, utána, értitek, tehát az élet lényege a fejlődés, és mi kérhetünk, tehát vannak kapott tulajdonságaink, képességeink, de kérhetünk is, és hogyha a Jóisten úgy látja jónak, hogy ezt mi valóban mások javára fel tudjuk használni, akkor ad nekünk ezzel kapcsolatban. Tehát Pál apostol minden bizonnyal ismerte Jézusnak ezeket a példázatait, és a talentumok példázatára most már, hogy a szó került rá, is terelem a figyelmeteket. Van ennek a talentumok példázatának egy Lukács evangéliumában megfogalmazott hasonló példázat, ez a gyírák példázata. Majdnem ugyanaz, csak egy bizonyos kis eltéréssel, és Jézus maga példázatok szintjén beszélt a képességeinkhez való hozzáállásunkról. Például miért kap valaki 5-öt, már csak 2-t, a harmadik pedig csak 1-et? Ugye az emberi világban általában az emberek ezen panaszkodnak, hogy én nem vagyok olyan tehetséges, én nem kaptam annyi sok jó képességet, mint más valaki, de Jézus a példázatnak az első nagy tanulságával mire akart figyelmeztetni bennünket? Egy mondatban össze lehet foglalni, hogy nem az a fontos, hogy ki mennyit kap, az a fontos, hogy hogyan bánsz vele. Tehát, hogy egynek 5-öt ad, másiknak csak 2-t, a harmadiknak 1-et, ez nem személyválogatás, ez nem részrehajlás. Isten tudja, hogy az erőnk szerint, kinek-kinek, hogy akarja, hogy hogyan tudjuk felhasználni. Na már most, aki 5 talentumot kapott, hogy itt a talentum tulajdonképpen a képességnek, a tehetségnek a jelképe. Az újabb 5-öt szerzett. Aki 2-t kapott, az is szerzett újabb 2-t. És mit csinált az, aki 1-et kapott, mint az az ember, aki azt mondja, hogy hát nekem nincsen különös képességem, én se nyelveket nem tudok, se kézügyességem nincsen, se profétálása, se írása, én szinte senki vagyok. Az elásta ugye a talentumot. És amikor jött a számadás, és megkérdezte az Úr, és mondja, hogy aki 5-öt kapott, 5-öt szerzett, mit mond neki, azt mondja, hogy 5-öt kaptál, 5-öt szereztél hozzá, most felezzünk a hasznon. Add vissza nekem az 5-öt, meg a 2,5-et, és maradjon nálad 2,5. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy mind a 10 legyen a tiéd. Ez a példázatnak a másik csodálatos vonása. Kis matematika. Aki 2-t kapott, annak azt mondja, hogy hát 2-t adtam, add vissza a 2-t, mert hát azzal segítettelek hozzá, hogy megszerezd a többit, és akkor a hasznon osztozunk. Tied legyen 1, ennyi megy, nekem maradt 3, neked 1, ezt mondja, nem ezt mondja. Azt mondja, hogy mind a 4 a tied legyen. Mi fejeződik ki a példázatnak ebben a második mozzanatában? Ugye, mert mondom, az első mozzanat az, hogy nem az a fontos, hogy ki mennyit kapott, hanem hogy hogyan élsz vele.
Lehet, hogy valaki ennyi minden képességet kapott, aztán ennyit hoz ki belőle. Lehet, hogy valaki ilyen kis képességet kapott, és ennyit hoz ki belőle. Példázatnak ez az első tanulsága. De a második tanulsága, hogy amikor jön a számadás, akkor van egy ember, akinek lesz 10, sőt az egyet is ő fogja kapni, tehát 11 lesz neki. A másodiknak lesz 4, a harmadiktól pedig az is elvétetik, amilye van. Ez mire utal? Nagyon csattanós, nagyon erős, meg az a mondat is, hogy vegyétek el attól a rest szolgától azt az egyet is, mert akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Egy nagyon erős kijelentés. De ez mire utal? Ez arra utal, hogy az életben meg kell értenünk az Isten teremtett világának legfontosabb törvényét. Mi az Isten teremtett világának a legfontosabb törvénye? Hogy aki ad, annak adatik. Aki fölismeri azt, hogy az életnek az alaptörvénye, a legfontosabb törvénye, hogy adni, szolgálni. Aki ezt megérti, annak Isten még többet ad. Aki ezt nem érti meg, vagy nem akarja megérteni, attól az is elvétetik, amilyen van. Tehát ez az élet legfontosabb törvénye. Ha a képességeinket nem mások javára használjuk, hanem úgy, ahogy a mai világ teszi például, hogy csillogó sztárok jönnek, és mindig más embereket kell csodálni, és akkor róluk szól az egész hírközlés, és aztán az ő egyre inkább szerencsétlenné váló életükről. Hát miért szól úgy a mai világnak szóló hármas angyal üzenetben mindjárt az első üzenet, hogy féljétek az Isten, és néki adjatok dicsőséget? Hát így kezdődik a mai világnak szóló, az igazi kereszténység által ezt az üzenetet kell megszólaltatni, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Mi mivel adunk dicsőséget az Istennek? Mivel tanúsítjuk, hogy mi Istent tartjuk a legnagyobbnak? Hogy mi Istent felmagasztaljuk, hogy megváltozik a jellemünk? Jézus Krisztus ábrázatához hasonló lesz a jellemünk, Róma 8:29, és hogy a képességeinket Isten dicsőítésére használjuk, és nem a magunk személyének a fölemelésére. Hiszen mit van, amit ne kaptál volna? Ha meg úgy kaptad, akkor minek dicsekszel vele, mondja Pál az első Korintus levél 4. fejezetében. Hát mit van, amit ne kaptál volna? A jellemvonásokat is, ha megragad bennünket Krisztus jelleme, úgy kaphatjuk folyamatosan, fokozatosan, ha a képességeket is mások javára akarjuk használni, így kaphatjuk folyamatosan, fokozatosan, és ezt kell hirdetnünk ma a világnak, nem csak szóval, hanem az egész életünkkel, az egész magatartásunkkal. Tehát ennek a példázatnak óriási tanulságai vannak. Van egy könyvünk, amit most nem tudtam elhozni, a Krisztushoz vezető lépésekkel szeretném tenni a hangsúlyt, ezért ezt a könyvet hoztam, hogy mindenki olvassa a táborozás során is, de van Ellen White-nak egy másik könyve, a Krisztus példázatai, és abban a leghosszabb magyarázata, talentumok példázatának a magyarázata. És azt mondja, hogy nem is gondoljuk meg, hogy mi minden talentumot kapunk az életben, mi minden képességet kapunk. Ez nem csak az, hogy valaki zenélni tud, nem csak az, hogy valaki nyelveket gyorsan elsajátít, hanem például ilyen alfejezetek vannak ebben a kifejtésben, hogy az idő is egy nagy képesség. Hogy használod fel az időt? Hát még a népi mondás is azt mondja, hogy ki hogy használja fel az időt, olyan ember lesz. Az idő is egy óriási talentum. Kapunk egy bizonyos évtizedeknyi mennyiséget. Hogy használjuk ezt föl? Elfecséreljük az időnket, hiába valóságra fordítjuk az időnket, vagy pedig nemes dolgokra fordítjuk az időnket, hogy mások javára és önmagunk épülésére. Aztán ilyen alfejezet van még benne, hogy a légkör. Milyen légkört árasztasz magad körül?
Állandóan panaszkodsz. Állandóan a rossz dolgokról beszélsz. Állandóan azt veszed elő, hogy a világban mennyi baj van. Hát ezt ki nem látja. Na de van olyan légkör, hogy valaki állandóan erről beszél, és van olyan légkör, hogy valaki ezekről tud, de mindig a megoldást keresi abban az életben, amelyben él. Tehát a légkör is a te képességed. Milyen légkört árasztunk magunkból. Aztán, ami már természetesebbnek látszik itt a talentumok példázata alapján, hogy például mit kezdesz az anyagi javaiddal? Hogyan osztod be? Kinek a javára fordítod? Megadod-e Istennek azt, amit azt mondja Isten, hogy ezt ad nekem? Vagy adsz-e másoknak is? Van-e elkülönített rész? Tehát mindez óriási képesség, és ezért vagy tizenvalahány oldalon át fejtegeti ezt a szerző a talentumok példázata című fejezetben. Mikortól kezdve kapunk képességeket? Életkor szerint mikortól kezdve kapunk képességeket? Hát azt látjuk, hogy már nagyon korai időszaktól, nem? Nagyon korai időszaktól a gyerekek megtanulnak verseket, akár zenélni, ugye tudjuk, hogy nem tudom, Mozart 3-4 éves korában, meg nem tudom, ugye lehet ezzel kapcsolatban olvasni történeteket. Aztán hogyan vágyakozhatunk képességekre, hogy halad előre az időnk? Tehát a Bibliának egyik legcsodálatosabb részét hadd olvassam fel, hogy például a hölgyek, a lányok és az asszonyok milyen képességek halmazát nyerhetik el Istentől. A példabeszédek könyve utolsó fejezetében, a 31. fejezet 10. versétől szeretném felolvasni, általában a Bibliákban ez a címe ennek, hogy a derék asszony dicsérete. A derék asszony dicsérete. Példabeszédek könyve 31. fejezet 10. versétől. Olyan csodálatos ezt olvasni, hogy egy külön himnusz. Egy külön himnusz, hogy a jellem és a tehetség hogyan fonódik össze egy nő életében, aki háziasszony, családanya, aki a családnak a férfi mellett a másik oszlopa. Tehát példabeszédek 31. fejezet 10. versétől olvasom, nálam a 648. oldaltól. Derék asszony kicsoda találhat, mert ennek ára sokkal felülhaladja az igaz gyöngyöket. Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája, marha a régi Károlyi fordításban vagyon, mert a régi világban a marhák számától tették függővé a vagyont. Ez még egy római kori maradvány, és a régi magyar nyelven is ez megmaradt. Tehát bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak vagyona el nem fogy. Jóval illeti őt, és nem gonosszal, az ő életének mindennapjaiban. Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvel. Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét. Fel kell még éjjel, eledelt ád az ő házának, és rendelt ételt az ő szolgáló lányainak. Gondolkodik mező felől, és megveszi azt, az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál. Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait. Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása, éjjel sem alszik el az ő világa. Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót. Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek. Nem félti az ő házanépét a hótól, mert egész házanépe karmazsinba öltözött. Szőnyegeket csinál magának, patyolat és bíbor az ő öltözete. Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel. Gyolcsot sző és eladja, és övet, melyet áda kereskedőnek. Erő és ékesség az ő ruhája, és nevet a következő napnak.
az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén. Vigyázz a háza népe dolgaira, és a recségnek étkét nem eszi. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, az ő férje, és dicséri őt. Sok leány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod mindazokat. Család a kedvesség, és hiába való a szépség, amely asszony féli az urat, az szerez dicséretet magának. Adjatok ennek az ő kezemunkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei. Hát 3000 évvel ezelőtti himnusz ez. Valaki mondhatná, hogy azt az időt már nem lehet visszahozni, hogy valaki otthon szőjön, meg varjon, meg ellássa a háztartást, meg még állatokat is nevelje, még a földre is tegyen, és sorolja tovább, de mi azt a tanácsot kaptuk, hogy a régiségből mindazt azért őrizzük meg, ami megőrizhető. Nyilván vissza nem forgathatjuk az idő kerekét. De például a 14. vers nektek mit mond, hogy hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét. Ez például milyen ma is meglevő képességet akar kidomborítani? Például gondoljatok erre az étkezés kultúrára, amit mi is folytatunk, hogy sokszor a régi időkben, amikor édesanyám mondta, csak zsír volt. De utána ment, hogy hol lehet olajat beszerezni. És nem zsírral főzött, hanem olajjal. És azért ez nagyon nagy jelentőségű, hogyha valakit gyermekkorában nem nagyon hússal tápláltak, vagy zsírral tápláltak, hanem sokkal egészségesebb dolgokkal tápláltak. Ma ugyanezt behelyettesíthetjük, hogy hallom, hogy nagyon nehéz hajdinához hozzájutni. Meg nincs a hajdinának kultúrája. Hát köleshez is nehéz hozzájutni. Na azért most már lehet kapni imitamot, kölest jobban, mint hajdinát. De járjunk utána, hát ezek évekig eltartható élelmiszerek, és szerezzük be arról a helyről, ahol a legjobb és a legolcsóbb, tehát ezt lehet ma is követni, amit itt a 14. vers mond, hogy ha kell, akkor meghozatom, ha kell, akkor messziről is elhozatom. És nézzétek meg, hogy mi mindent kiemel, mennyi sok képessége volt egy régi asszonynak. Ezt egyébként minden táborozáson szoktam figyelmetekbe ajánlani olyan könyveket, amelyeket érdemes elolvasni, annyira sikeres könyvek, hogy nem is tudjuk elhozni, mert már rég kifogytak. Ilyen sikeres könyv Konrad Lorenznek, egy Nobel-díjas osztrák etológusnak, tehát aki a madaraknak a viselkedés tanát kutatta, az a könyve, világhírű könyv lett, hogy a civilizált emberiség 8 halálos bűne. Ha ezt a könyvet meg tudjátok szerezni, okvetlenül olvassátok el, ő felsorolja 8 tételben, hogy a mai világ miért van elveszésre ítélve. Nem volt vallásos ember, nem a Biblia alapján tette ezt meg. A puszta kutatásai, megfigyelései, tapasztalatai szerint. És a 8 halálos bűnből az egyik halálos bűn külön fejezetben így szól, hogy nincsenek ma nők és asszonyok a világban. És elmondja, hogy mit vettek el a nőktől. És elmondja azt, hogyha elvették tőlük, mit nem tudnak továbbadni a gyermekeiknek. 2 fontos dologra hívja fel a figyelmet. A régi családokban, amikor egy édesanyát nem 1-2, 8-10 gyerek is körbevett, és reggeltől estig ott volt mellette, azt mondja, hogy egy asszony, aki otthon neveli a gyermekeit, az végtelen sok dolgot kell, hogy megtegyen. Nagyon sok képessége kell, hogy a férfiaknak van 1-2 képességük, amit általában kenyérkereső munkának hívnak. Az asszonynak, ha reggel föl kell, mi mindenhez kell értenie? Ételkészítéshez, mosáshoz, vasaláshoz, rendtevéshez. El lehetne sorolni, 7-8 dolgot sorol ő fel,
És azt mondja, hogy ha olyan gyermekek születnek, ez a könyv 1969-es. Hát ez 55 évvel ezelőtt írott könyv. 69-ben írta le ezeket, hogy miért van a világunk elveszésre ítélve. Azért, mert a gyermekek nem látják azt, hogy mi minden képességet lehet elsajátítani, és örömmel, vidámsággal elvégezni ezeket a munkákat. Itt is ugye olvastam azt, hogy vidáman teszi, örömmel teszi, tehát nem kínkeservesen teszi. Tudjátok, hogy mindjárt a Bibliát, ha felnyitjuk, a Mózes első könyve 24. fejezete is erről szól, hogy Rebeka, amikor találkozik, és örömmel teszi, nem csak az embereknek, hogy felajánlja a vizet, hanem még a tevéknek a megitatását is. És tulajdonképpen azt mondja Konrád Lorenz, hogy ez a sokrétűség, ez a sokszínűség veszik ki a világból, tehát milyenek lesznek a gyerekek? Nem tudnak alkalmazkodni. Nem tudják eltanulni azt a sokféle dolgot, ezért önzőek lesznek, mindig maguk körül forog a gondolatuk, önmaguk kívánságait akarják kielégíteni, és nincs nekik gyakorlati példa arra, hogy az én édesanyámat láttam reggeltől estig, ehhez fogott hozzá, ahhoz fogott hozzá, és mindegyiket örömmel is, és jól el is végezte. És a másik dolog, amit mond Konrád Lorenz, hogy az a finomság, ami van a női lélekben, amit a férfiak nem tudnak pótolni, az a kedvesség, az a báj, hogyha az elveszik az életből, akkor, ahogy egyszer ugye Einstein is mondta, hogy ha a méhek ki fognak pusztulni, akkor a világnak 2-3 napja maradt hátra. Ugye? Tehát körülbelül lelki értelemben is, hogyha ezeket az emberi képességeket nem egymás javára használjuk, nem a lélektől kapott ajándékoknak tartjuk, ezekre nem törekszünk, hogy a meglevőket erősítsük, a még meg nem lévőkre szert tegyünk, hát a világunk így halad, látjátok, a kihalás felé. Hol van a világban alkalmazkodás? Hol van finomság? Elveszett a világnak a jó íze, az öröme, de mi azt a reménységet hordozzuk magunkban, hogy azért az életünkben, egy megváltozott életben ezek a minőségek, ezek találkozni fognak egymással. Tehát az emberi jellem és a képességek összhangja az, ami az embert emberré teszi. És ezért kell majd gondolkoznunk erről a kérdéskörről is, és ennyit szerettem volna mai reggelen a figyelmetekbe ajánlani. Egyrészt Jézus két példázatát, a talentumok és gírák példázatát. Az első Korintus levél 12., 13. és 14. fejezetét, és ott is figyeljetek föl arra a jellegzetességre, hogy amikor elkezdi a lelki ajándékokról szóló beszédet, egyszer csak megszakítja. És ez a megszakítás, ez nem más, mint a szeretet himnusza. Miért ékeli bele a szeretet himnuszát a 13. fejezettel? És utána miért folytatódik a 14. fejezet a lelki ajándékoknak? Most már a hibás ugye az egy talentumos ember esetével foglalkozik, akik örjöngenek, a levegőbe beszélnek, ott ugye a nyelveken szólásnak a ma is elterjedt hamis változata forgott fenn Korintusban. Mire akar erre is Pál apostol figyelmeztetni bennünket? Hogy a lelki ajándékokat a megváltozott jellemnek megfelelően kell felhasználnunk. És a megváltozott jellemről tegnap mit olvastunk? Első számú, ugye Galata 5.22 hogyan kezdődött? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Tehát a szeretet himnusza ezért ékelődik. Szeretet nélkül a lelki ajándékoknak sincs sok értékük. Ezért a szeretetnek az egyik jelképe a Bibliában a só. Hát az ételeket is, hogyha nem ízesítjük, hanem a legfontosabb ízesítő azért a só,
akkor én, amikor látom ezeket, először, amikor hallottam, hogy celeb, nem is tudtam, hogy mit akarnak, milyen új szót hoznak be megint, hogy celeb, akkor látom ezeket a szerencsétlen embereket, akiket fölkap a média, és ajnálod, és akkor a lapok is éjjel-nappal ezeknek a szokásairól, meg mit esznek, mit isznak, hova utaznak. Mondom, borzalom, hogy ilyen, így kifacsarni dolgokat, hát ezt akarja Pál apostol megelőzni. Hogy a lelki ajándékok számbavétele során, ha szólhatok én angyaloknak vagy embereknek nyelvén, és a szeretet nincs én bennem, akkor olyanná lettem, mint a zengőhérc és a fengő cintányér, ugye nem cimbalom, mert a cintányért ütötték össze, és annak a hangja aztán a semmibe szállt, és hogyha sorolja tovább bizonyos képességeit, profétálás képességét, hitet, mert ugye a hitet is ide veszi, már előbb is olvastam, akkor azt mondja, hogy ha viszont szeretet nincs bennem, mit sem érek. Tehát a szeretet sója nélkül ezek semmit nem érnek, és akkor harmadszor azt mondja, hogy semmi hasznom abból. Tehát semmi vagyok, mit sem érek, semmi hasznom abból. Ezért újra és újra felhívom a figyelmeteket, a lélek gyümölcse és a lélek ajándékai legszorosabb összefüggésére a megváltozott jellem tudja megfelelőképpen használni a lelki ajándékokat. És jellem nélkül az ajándék szinte életveszélyes.